piknikpuzzle. Hahó Pokolyó. Hahó. Hová mész azzal a kosárral? Á, értem. Pátóval mész valahová. Á, itt van Eli is. Hahó Eli. Tűha. Van nála torta és piknik pokróc. Mi a csodát csináltok ezekkel? Piknikezünk. Piknikeztek? Hát persze, tudtam. Szendvicsek. Nyami. Mindenkinek jut egy. Pátó nagyon éhes. Megmondjátok Pokolyónak, Pátó, mit szeretne enni? Szendvicset! Báj. Igen, Pátó, még nincs itt az evés ideje. Várnod kell egy kicsit. Mi a csuda? Hajjaj! Nézzétek! A látszatcsal. Ezek a szendvicsek belerepültek a kezébe, és a harmadik meg a fa mögé futott. Ez az igazság. Mi? Nem, nem én ettem meg. Higgyétek el, az a szendvics egyszerűen kereket oldott. Nem hisztek nekem, mi? Akkor kérdezzétek meg a barátainkat. Megmondjátok Pokolyónak, hová ment a szendvics? Elszaladt! Beszaladt a fa mögé! De tényleg, komolyan? Nem, nem ők ették meg a szendvicset, Pokolyó. Hinned kell nekünk. Ajaj. Eli, Pokolyó, nem úgy történt, ahogy gondoljátok. Pátó nem szökött el a szendvicsekkel. Üldözi őket! Mi? Nem hisztek nekem. Kérlek, segítsetek, mondjátok meg Elinek és Pokolyónak, hogy hol van Pátó. Mögöttetek! Mögöttetek van! Ajaj, félek, hogy Pokolyó és Eli nem fog nekünk hinni, Pátó. A torta? Majd vigyázunk rá, amíg ti elmentek uzsonnáért. Semmi gond. Igen, szemmel tartjuk. Mi? Jaj, ne! Már megint! Ajaj! Eli, Pokolyó... Nem mi ettük meg a tortát, hanem... Felmászott a fára. Hát ez nagyon rossz. Látjátok? Megmondtuk. Valami nem stimmel. Az étel nem szokott mászkálni. Mi ez? Nagyító? Jó ötlet. Nicsak. Egy hangya. Megmondanátok Pokolyónak, ki mozgatta az ételt mindvégig? A hangyák! A hangyák! Ó,
úgy bizony, ők vitték el az uzsonnát. A hangyák. Mit mondasz a hangyáknak, Pokolyó? Barátok. Valaki igazán elmagyarázhatná Patónak, hogy mi folyik itt. Látod? A hangyák voltak. Hangyák. A kis hangyák annyira erősek, hogy simán elbírják a náluk sokkal nagyobb dolgokat is. Éljenek az új barátok! És éljenek a piknikek! Pápa, nem sokára találkozunk! Eli, te a délutánja. Ó, nézzétek! Ha-ho, mindenki! Ha-ho. És itt jön Eli. Ha-ho, Eli! Mi van nálad? Meghívó? Tyű, de izgalmas! Megmondanátok Pokolyónak és Pátónak, hogy mire kaptak meghívást Elitől? Te a délutánra! Úgy bizony! Te a délutánt rendez. Mi a baj? Nem szeretitek Eli te a délutánjait? Tessék, Pátó! Azt mondod, túl sok szabály van Eli te a délutánjain. Ezt így, ezt úgy, ezt így, ezt úgy. Ezt így, ezt úgy, így, ezt úgy. Nem érek rá. Utolsó lehetőség, fiúk! Nem akartok elmenni Eli te a délutánjára? Na jó, egy vendég azért mégiscsak lesz Eli te a délutánján. Ó, nincs is jobb, mint egy csésze finom tea. Talán csak egy tál friss süti tesz túl rajta. Nyam. Csodás illata van ennek a sütinek, igaz, Szundi madárka? Megmondjátok Pokolyónak és Pátónak, hogy minek van ilyen mennyei illata. Sütine! Eli sütijének! Úgy bizony. Fenséges. Na hát, még ilyet? Ez nem volt szép tőled. Mi ez? Úgy látom, Eli hoz még egy adag finom sütit. Már csak elmentetek volna a tea délutánjára. Akkor most ti is ehetnétek belőle. Ha-ho.
Eli és a babája azt mondja, csak akkor kaphattok a sütiből, ha felteszitek ezt a vicces kalapot. Eli és a babája azt mondja, először el kell énekelnetek a süti himnuszt. Eli süti a legjobb. Úgy látszik, éneklés közben táncolnatok is kell. Eli sütije a legjobb, a legjobb, a legjobb. Ajaj, Eli tényleg szeret parancsolgatni. Lehet, hogy egy kicsit túlzásba vitted, Eli. Megmondjátok Pokolyónak, mi ez a csámcsogó hang? Pokolyó, mire készültök ti ketten? Tűz! Ho-ho-ho-ho, hajjaj! Figyelj csak, Pokolyó, miért nem kérdezed meg udvariasan Elitől, hogy kaphatsz-e a sütijéből? Biztos, hogy adna. Sütit! Úgy látom, szomorúak, nem? Azt mondod, a barátaid fontosabbak, mint a szabályok? Nézzétek, mit hozott Eli! Hé, várjatok! Mit gondoltak, Eli ad a finomságokból? Igen! Most már biztosan ehettek a finomságokból. Csodálatos! Éljen a jó szívűség! Éljenek a tea délutánok! Pápá, nem sokára találkozunk! Csoda szép napunk van. Ahó, gyerekek! Ahó! Hát ez meg micsoda? Piknik! Értem, szóval piknikezni fogtok. Nagyszerű. Mi van a kosárban? Szendvicsek. Tű, már is farkas éhes vagyok. Ez furcsa. Nézzétek! Valami nem stimmel. Pokolyó meséi. Ahó, Pokolyó! Mi az? Mese! Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy dinoszaurusz. Csodaszép volt az idő, sütött a nap. A dinoszaurusz éppen ezért elhatározta, hogy meglátogatja barátját, Hangya Heroldot. Ám esni kezdett az eső. A dinoszaurusz nagyon elszomorodott.
aztán hirtelen kisütött a nap. Aztán megint esni kezdett. Aztán megint kisütött a nap. Aztán megint esni kezdett. Napsütés. Eső. A dinoszaurusz nagyon-nagyon-nagyon szomorú volt. Nagyon szomorú. Egyszer csak csöngettek. Harold volt az. Neki volt esernyője. Úgyhogy csaptak egy nagy bulit. Vége. Ezek nagyon huncut szendvicsek. Megmondanátok Pátúnak, hol vannak a szendvicsek? A kosárban! A kosárban vannak! Úgy bizony, a kosárban! Megmondanátok Ellinek, hol van a kosár? A fán! Fel van a fán! Ez aztán a furcsa piknik. Színkerék! Üdvözlök mindenkit a játékban! A mai színünk a piros! Keressetek valami pirosat! Valami pirosat! Lássuk, mit találtok! Jól van! Hadd nézzem a képeiteket! Egy piros kocka! Egy piros labda! Egy piros virág! Jó! Keressetek még piros dolgokat! Egy piros alma, pompás! Egy piros kis autó, nagyszerű! És ez? Tudjátok mi ez? Poli! Poli! Nagyon jó! Ő is piros! Éljen a piros! Mi ez? Tudod, mi ez, Pokolyó? Hangya! Hangya! Eli, nézd! Tudod, mi ez? Hangya! Megmondanátok Pátónak, mi ez? Hangya! Ez egy hangya! Úgy bizony! Piknik! Értem! A hangyákat is meghívtak piknikezni! Remek! Énekeljünk! There's one savage in the basket, and the basket in the tree. On a sunny day, on a cloudy day, my friends are dancing with me. Szendvics a kosárban. Kosár fenn a fán. Jó idő, rossz idő, piknikezzünk együtt. Sunny day, on a cloudy day, come to the picnic with me! Yeah!
Bulizzunk! Ó, ha-hó pokolyó! Ha-hó! Mi az? Lufi! Tyű, egy léggömb! Jaj, de szép! Ha-hó Eli, mi az? Egy torta! Fincsi! Ha-hó Pato, mi van nálad? Egy ajándék? Értem már! Csapni akartok egy nagy buli! Buli! Hurrá! Hurrá! Buli lesz! Tyű, de izgalmas! Már alig várom! A Mars Fivérek műsora. Tányér. Pohár. Pohár, 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 pohár. Pohár, ez egy pohár. Gyertya. Polip segíteni akar. Megmondanátok Polipnak, mi van Pokolyó kezében? Lufi! Egy lufi! Úgy bizony, ez egy lufi. Fújd! A lufit fel kell fújni, Polip. Jaj, de jó! Ügyes vagy, Polip! Ajaj! Újabb lufik! Lássunk hozzá a lufi fújáshoz! Ajaj! Tűha! Ebből baj lesz! Oda sem merek nézni. Színkerék. Üdvözlök mindenkit a játékban. A mai színünk a sárga. Mindenki keressen valami sárgát. Gyerünk! Sárgát. Valami sárgát. Hadd nézzem a képeiteket. Egy gumikacsa. Egy citrom. És egy locsolókanna. Jó. Keressetek még sárga dolgokat. Egy sárga virág. Pompás. Egy sárga busz. Nagyszerű. És ez? Tudjátok mi ez? Valentina! Igen, ő is sárga. Ilyen a sárga. Szegény Polip. Jól vagy, Polip? Megmondanátok Polipnak, hogy mi ez? Torta! Ez egy torta! Úgy bizony, ez egy torta. És mi van Patónál? Ajándék! Úgy bizony, ajándék. Meglepetés! Tyű!
Tyű! Szóval Polipnak rendezték a bulit. Boldog szülinapot! Boldog szülinapot, Polip! Énekeljünk! Today we have a party, let's blow up some balloons. We have a cake with candles, we're ready to dance. Today we have a birthday, let's open all the presents, yeah. Luffy! Torta! Gerda! Let's blow up some balloons. We have a cake with candles. We're ready to dance. Today we have a birthday. Let's open all the presents. Piaca. Ahó, Eli! Mit csinálsz? Találjam ki! Tyűha! Vannak almáid, és narancsaid, és banánjaid. Értem már, piacost játszol, de jó! Igen, most már csak vásárlók kellenek a piacodra. A Mars Fivérek műsora. Citrom. Ananász. Ananász, 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 ananász. Ez egy ananász. Görög dinnye. Görög dinnye, 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 görög dinnye. Ez egy szelet görög dinnye. Megmondanátok Pokolyónak és Pátónak, hogy mi ez? Egy piac! Eli piaca! Milyen gyümölcsöt szeretnétek? Gyümölcs! Pokolyó egy narancsot szeretne, Pátó pedig banánt akar. Gyerünk! Susu, susu! Ajjaj! Szegény gyümölcsök! Megcsináljuk! Színkerék! Üdvözlök mindenkit a játékban! A mai színünk
a zöld. Keressetek valami zöldet. Valami zöldet. Lássuk, mit találtatok. Jól van. Hadd nézzem a képeiteket. Egy zöld ceruza. Egy zöld lufi. Egy zöld építőkocka. Jó, keressetek még zöld dolgokat. Egy zöld alma. Pompás. Egy zöld szék. Nagyszerű. És ez, tudjátok mi ez? Egy marsfivér. Egy marsfivér. Nagyon jó, ő is zöld. Éljen a zöld! Nézzétek csak, kész van a piac. Eli azt kéri, hogy vegyétek fel a gyümölcsöket. Megmondanátok Pokolyónak, mi ez? Alma! Ez egy alma. 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 Ügyes vagy. Oda kerülnek az almák. Megmondanátok Pokolyónak, mi ez? Narancs! 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 Úgy bizony, ez egy narancs. Oda kerülnek a narancsok. És ez? Banán! 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 Igen! Van banánunk. Piac. Alma, narancs, banán. Csodaszép piac. Énekeljünk. To the market, see the fruit that I have. You can choose the one you like, your favorite one. Alma, narancs, banán, görögdínye, ananász, citrom. Come to the market. See the fruit that I have. You can choose the one you like, your favorite one. A szülinapja. Ha-ho, Pokolyó! Mit csinálsz? Hát persze. Várunk. Egy rajzot készítettél, és milyen szépet. Tudja valaki, hogy mit ábrázol a kép? Egy bálnát! Bálnának csináltad a rajzot? Várjunk, ma van bálna születésnapja. És a bálna szülinapi bulit rendez.
te viszel ajándékot Bálna szülinapi buliára? Egy léggömböt. De hogy fogod becsomagolni? Ügyes vagy, Pokolyó! Vajon Bálna kitalálja-e majd, hogy mi ez? Pato! Nézzük, Pato, mit csinál Bálnának. Milyen fincsi süti, Pato! Bálna biztos nagyon fog örülni az ajándékainak. Bánai! Ajaj! Ez olyan hang volt, mint amikor egy léggömb kipukkad. Ajaj! De legalább a rajz és a süti még megvan. Milyen helyes hal! Pato, azt hiszem elvesztettél valamit. A sütidet. Gyanítom, hogy a halacska befalta. De legalább Pokolyó gyönyörű rajza még megvan. Igen, nézzétek! Boldog szülinapot, Bálna! Bálna, tudod, izgalmas utunk volt. Mindenki csodaszép ajándékot hozott neked. Eli egy pompás lufit akart adni, de sajnos útközben kipukkant. Pato pedig finom sütit sütött neked. De sajnos egy kis hal mind befalta. Szerencsére egy ajándék azért még maradt. Pokolyó készített neked egy csodálatos szülinapi rajzot. Ajaj, a víz eláztatta Pokolyó gyönyörű rajzát. Ójaj, se lufi, se süti, se rajz. Nézzétek, Bálna így is örül, pedig nem kapott lufit, sütit vagy rajzot. Meg tudjátok mondani Patónak, Pokolyónak és Elinek, hogy mit, pontosabban kit vittek el mégis Bálna buliába? Magukat! Igen! Pokolyó is, Pato is, Eli is itt van. Éljen a legjobb ajándék, a barátok. És éljen Pokolyó. Pápa, nem sokára találkozunk. Pápa!
Éttermesdi. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Mi a tervetek mára? Á, értem! Éttermeset játszotok, de jó! A sapkája alapján arra tippelek, hogy Eli lesz a szakács. És ez azt jelenti, hogy Pokolyó, te pedig a pincér leszel. Most már csak egy vendég kell. Bár csak volna itt valaki, aki eljátszaná, hogy farkas éhes. Szerintem Pokolyónak szüksége volna egy kis segítségre. Láttok itt valakit, aki eljátszhatná a vendéget Pokolyó és Eli éttermében? Pato! Igen! Pato, üdvözöllek Pokolyó játék éttermében. Foglalj helyet! Nézd meg, mi van az étlapon, Pato. Tészta. Incsiklandó. Tészta. Szegény Pato, úgy látszik, nem szereti a képzelt tésztát. Valami finom gyümölcs a végén. Egy narancs? Jól hangzik, nem igaz? Narancs! Tűha! Egy narancs! Egy léggömb! Ajjaj, szerintem Pato elég mérges. Mi a baj, Pato? Hogy nagyon éhes vagy. De, Pato... Ez csak egy játék étterem. Igen, azért is hívják Pokolyó játék éttermének, mert nem valódi étterem. Pato, éhes kacsalétedre igazán rendesen viselkedtél. Kár, hogy nincs valami igazi ennivalónk, amit odaadhatnánk neki. Pedig tényleg nagyon éhes. Egy valódi süti! Eli, micsoda nagyszerű ötlet! Pato kedvenc étele a süti. Pokolyó, futás, hívd ide! Süti! Tűha, már itt is van! Ha-ho, Pato öreg cimbora! Foglalj helyet és egyél egy kis sütit! Thank you.
Pato, ne, ne, oh, ne, ne, ne. Pato, ne, Pato, Pato, Pato. Ne. Pokoju, Pato azt hiszi, hogy ez a süti játék süti. Mindjárt elejti. Biztos, hogy elejti. Jaj, mit csináljunk? Tudom már, segítenétek mindannyian. Segítsetek, szóljunk Pátónak, hogy ez valódi süti. Pátó, hagyd abba! Ez igazi süti! Ajjaj! Pátó? Ah, és egy újabb elégedett vendég. Éljen Pokolyó, és éljen a süti! Pápá, nem sokára találkozunk. Gyerünk, Pokolyó! Főzzünk Elivel. Ha-ho, Eli! Mit csinálsz? Találjam ki. Lássuk. Egy kötény. Egy hűtőszekrény. Igen. És egy süti. Egy süti! Sütit sütsz. De finom lesz. A süti az asztalra kerül. Nagyon jó. Jaj, ne! Eli azt mondja, hogy akkor most süss egy másik sütit. És most csendes pihenő szondi madárral. Ha-ho, Pokolyó! Egy szék. Szék! Egy asztal. Mondanátok, mit visel Eli? Kötény! Kötényt visel! Eli azt mondja, tedd be a sütőbe. Ez a sütő. Nem! Ez a hűtőszekrény. Ez a sütő. Igen! Ez a sütő. Eli azt mondja, ezt tedd be a hűtőbe. Hűtő! Ez a hűtő. Nem! Ez a sütő. Hűtő? Igen! Ez a hűtő. Úgy bizony. Számolósdi. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Kilenc. Tíz. Ideje ebédelni egy jót. Úgy látom, Pato már tudja, mit rendel. Öt almát. Nagyszerű.
Ajjaj. Akkor mit szólnál inkább öt gombához? Öt gomba. Jaj, szegény Pátó. Megmondanátok Pátónak, hogy hány szív van itt? Öt szív! Úgy bizony, öt. Ajjaj, ott jön Valentina. Gyorsan terítsétek meg az asztalt. Poharak, tányérok. Siessetek! Gyertyák, székek. Gyorsan az asztal alá. Megyek is! Ez a te sütid, Valentina. Ajjaj, megette az egészet. Na most süthetsz még egy sütit. Énekeljünk! I have a fridge, I have an oven, I have a cake to cook, I have an apron, I have a table, I have a chair, I have a cake to cook. Sütő! I have a cake to cook. I have an apron. I have a table. I have a chair. I have a cake to cook. Gyerünk, kokolyó! Az élelmiszerbolt. Ha-hó, pokolyó! Ahó, Pátó! Hát ezek meg mik? Konzervek! Konzervek? De jó! És azok mik? Üvegek! Üvegek is vannak, értem. És azok? Dobozok! Dobozok! Nagyszerű! Hű, ez egy élelmiszerbolt, és hív az első vásárló. Pokolyó meséi. Ahó, Pokolyó, mi az? Mese. Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Egyszer a hangya és a dinoszaurusz elment az élelmiszerboltba. A hangyának volt egy apró táskája, beletett egy olajbogyót. A dinoszaurusznak viszont nagy táskája volt, sok-sok doboz gabonapejhet tett bele. Aztán a hangya fogott egy kis kosarat. Beletett még egy olajbogyót. A dinoszaurusz viszont nagy kosarat választott, abban még több gabonapejhes doboz tett. Aztán a hangya fogott egy kis kocsit. Beletett még egy olajbogyót. A dinoszaurusznak viszont nagy kocsia volt, még több doboz gabonapehellyel. És aztán piknikeztek egy jót a sok olajbogyóval és gabonapehellyel. Vége! Nézzétek, Eli telefonál. Megmondanátok, mi az? Egy üveg! Az egy üveg! Jó ötlet, Pátó, igen. Tedd az üveget a kosárba. Üveg! Nagyon jó. Wait, wait.
megmondanátok, mi az? Doboz! Az egy doboz! Doboz, úgy bizony! Doboz! Megmondanátok, mi az? Konzerv! Konzerv, úgy bizony! Még egy üveg, még egy doboz, és még egy konzerv. Hú! Polip mondja! Polip mondja! Polip mondja! Polip mondja! És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék, az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja, menjetek hátrafelé. Ez az, menjetek hátrafelé. Hátrafelé menni, jó? Polip mondja, guruljatok. Rajta guruljatok a padlón. Ez az. Guruljatok. Polip mondja, ugráljatok. Ez az. Ugráljatok fél lábon. Ez az. Polip mondja. Ennyi volt. Senki sem veszi fel a telefont. Eli, ez azért már túlzás. Eli azt mondja, légy szíves, csak még egy apróság kellene. Rendben. Tű, ez jó sok. Bevásárlókocsi? Jó ötlet. Mi van itt? Buli! Hát ezért kellett Ellinek ennyi minden az élelmiszerboltból. Énekeljünk! If you want to buy, come to my supermarket. Here you will find bottles, cartons and cans. Fill your trolley or your basket. Üveg. Doboz. Konzerv. Kocsi. Kosár. If you want to buy, come to my supermarket. Here you will find bottles, cartons and cans. Gyerünk, Pokolyó! Pokolyó étterme. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Miért van itt asztal? Étterem! Tű, éttermest játszotok. Minden megvan, ami kell. Villa. Villa. Kés. Kés. Kanál. Kanál. Csodálatos. Az éttermet készen áll. A csengő. Itt az első vendéged. Ez furcsa. Éhes vagyok! Éhes! Ajjaj, úgy hallom, írtó éhes. Éhes, éhes!
Szia, Eli! Eli, Eli, Eli! Keres, keres, Eli! Pokolyó szeretné, ha rákeresnél egy szóra a számítógépeden. Inni. 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 Eli az inni szót keresi. Inni. Nézd, polip iszik. Tű, jó sokat iszik. Még. Enni. Pokolyó most az enni szót szeretné megkeresni. Ó, nézzétek csak, szundi madárka. Megeszi az összes kekszet. Köszönöm, Eli. Igen, köszönjük, Eli. Ügyes vagy. Gyorsan, gyorsan! Villát, ajaj, villát kér! Villa! Szerintetek ez a villa? Nem, kés! Ez egy kés! Ez villa? Nem, ez kanál! Ez egy kanál! Ez egy kanál! Ez a villa? Igen, ez egy villa! Úgy bizony, ez egy villa. Jól van. Formálósdi. Kör. Kör. Szív. Szív. Téglalap. Téglalap. Téglalap, kör, szív. Mi ez, Pokolyó? Virág. Értem. Összeraktál egy virágot körökből, téglalapokból és szívekből. Pillangó. Egy pillangó. Elmondanátok a formák neveit? Mik ezek? Körök! Ez egy körök! És ezek? Téglalapok! És ezek? Szívek! Ezek szívek! Kör, szív, téglalap. Mind megetted? Örülünk, hogy íz lett. Pápa! Azt hittem, már sosem megy el. Most már lazíthattok. Ez meg mi? Ajjaj! Sok-sok villa, kés és kanál kell még. Várjatok! Várjatok meg! Énekeljünk! If you come to my restaurant, you're going to use a villa! If you come to my restaurant, you're going to use a you come to my restaurant, you're going to use them both. If you come to my restaurant, you'll also use a canal. If you come to my restaurant, I know you want to essig. If you come to my restaurant, I know you want to if you come to my restaurant, I know you'll do it all. Whenever you are hungry, just try my